17 intézmény szervezet, 22 helyszín és csak nem 70 program. Ez az idei múzeumok éjszakája rendezvényének mérlege Székesfehérváron. 2003 óta szervezik meg a könnyed nyáresti programokat Szent Iván éjjelén városunkban. Évről évre több szervezet kapcsolódik be a programokba, és időről időre több látogatót vonz a rendezvény. Bővült ez az egyébként is nagyon szép hagyományokkal rendelkező rendezvénysorozat új kiállító helyekkel illetve azzal, hogy egy új tematikát kap. A tematika része, a fő tárgya a játék, és a játék körül forog itt Székesfehérváron a múzeumok éjszakája június 16-án, és mi is adhatná erre az apropót, természetesen az, hogy megnyílt a Baba Múzeum a Tímerházba. Borkostolók, tárlatvezetések és koncertek is színesítik majd a június 16-ai rendezvény programjait, egyfajta kulturális egyveleget nyújtva a rendezvényre látogatóknak. A múzeumok éjszakája azonban Spányi Antal szerint nem csak a múltat és a jelent hozza közel egymáshoz, hanem a kulturális intézményeket is összefogásra ösztönzi. Első perctől kezdve itt Székesfehérváron ezeket a múzeumok éjszakái rendezvényeket mindig a különböző intézmények összefogásával együtt rendeztük. A rendezvény programjai egy ilyen karszalaggal látogathatóak. 6 éves kor felett 200 forintba kerül a belépésre feljogosító szalag. A befolyt összeget a szervezők jótékony célra fordítják. Hátrányos helyzetű gyermekek múzeum támogatják majd vele. Ez belépőként fog szolgálni az összes múzeumok éjszakája program helyszínre, illetve a külön járatra, amely a belvárostól távolabbi helyekre, illetve a vidéki helyszínre körjáratszerűen juttatja el az érdeklődőket. A múzeumok éjszakája fehérvári programjairól mindenki részletesen informálódhat a muzeumok.székesférvár.hu oldalon.